Kávis szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Dusanek Valéria élelmiszerkémia doktort, táplálkozás biokémikus, és ahogy már bevezetőmben említettem, Gábor Dénes díjas kutató. Hát Valéria, most nagy feladatunk van, mert mögöttünk van már 4 adás. Egy picit össze kéne foglalni, hogy mi is történt ez alatt, és utána rátérünk mai témánkra, és szeretettel üdvözöllek. Szeretettel köszöntöm én is a nézőket, örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy néhány jó tanáccsal tudtam segíteni a táplálkozási kérdéseinkben. Az előző műsorokban beszéltünk nagyon sokszor a telítetlen zsírsavakról, az omega-3 néven ismert zsírsavakról, azok minden előnyös tulajdonságairól. Elmondtuk, hogy ezek közül vannak életfontosságú zsírsavak, amelyek csak a halolajokban vannak, különösen nagy mennyiségben szerepel a busa zsírjában, olajában, és elmondtuk, hogy ezeknek az élettani tulajdonságaira azért van szükség, mert immunstimulánsak, ellenálló képességet növelik, antioxidáns tulajdonságúak. Aztán beszéltünk, hogy a busaolajat együtt is lehet fogyasztani fokhagymaolajjal, ahol ugye a fokhagymaolaj E-vitamin tartalma növeli a halolajak amúgy is meglévő antioxidáns tulajdonságait. Beszéltünk az emu madárnak a zsírjáról és olajáról, aminek a fogyasztása rendkívül egészséges, mert nem csak nagyon nagy arányba tartalmaz telítetlen zsírsavakat, hanem úgynevezett konjugált zsírsavakat is tartalmaz az emóolaj, ami segíti a sejtek öregedésének, megakadályozza a sejtek öregedését, tehát segít az öregedés gátlásban. És beszéltünk egy olyan fejlesztésemről, amely zöldség, gyümölcs és különböző olajok együttese. Gyakorlatilag ebben a termékben, amit kifejlesztettem, együtt szerepel az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen szerves anyagok együttese. Ez alatt azt értem, hogy próbálkoztam egy olyan tökére eljutni, hogy ne létezzen olyan anyag, ami nélkülözhetetlen a szervezetnek, és nincs ebben a termékben bent, minden benne van, kicsi mennyiségben, de jelen van. Ezeket a témákat beszéltük át, és hát ez évben remélem, hogy az önök több kérdésére is majd fogok tudni válaszolni. Köszönjük szépen, Valéria! Na most, nagyon sokszor beszéltünk a táplálkozás körül keringő tévhitekről, már foglalkoztunk azzal, hogy szabad-e, kell-e húst tenni, hideg étel, főtt étel, különböző dolgokról. Hát most is egy olyan témát érintünk, ami körül nagyon sok tévhit kering. A hüvelyesekről fogunk beszélgetni, ahol az egyik nagyon fontos, hogy ó, azt nem szabad enni, mert nagyon felfúj. Hát most kezdjük azzal, hogy egyáltalán mit is nevezünk hüvelyeseknek, és miért fontos az evésük. Utána kérünk egy-két tanácsot. Igen, hát hüvelyesek alatt értjük a babféléket, a borsóféléket, lencseféléket és a szóját többnyire. A babféléknél többnyire azoknál kering az a tévhit, hogy puffadást okoz, de ugyanezt hallottam a lencseféléknél is, hogy azért nem eszik, mert nehéz megemészteni. Hát ez nem ilyen egyszerű kérdés, mert éppenséggel ez lehet igaz is, meg nem is. Gyakorlatilag az elkészítésben van a kérdés. A üvelyesek közül még fogyasztjuk ugye a borsóknál a zöld borsót, elsősorban, de kiemelném, hogy a feles borsó vagy sárga borsó, ami van zöld is és sárga is, nagyon egészséges a fogyasztása, és a baboknál ugye nem csak száraz babról beszéltünk, hanem a zöld bab félékről is. Tehát ez így együttesen a hüvelyesek, tehát a pillangós virágúak családjába tartozó növényekről beszélünk. Vannak közös tulajdonságaik ezeknek, amelyek nagyon előnyösek az emberi szervezet számára. Ilyen közös tulajdonságuk, hogy
nem sok különbséggel nagyon nagy a fehérje tartalmuk, tehát a húsokénál nagyobb a fehérje tartalmuk ezeknek a hüvelyeseknek. Hát ezt nem gondoltam volna. És nagyon egészséges fehérjéket tartalmaznak, tehát nagyon jó a fogyasztásuk a szervezet számára, nagyon könnyen átépíti saját fehérjévé. Azon kívül kiemelkedő tulajdonságaik, hogy az ásványi anyagokban rendkívül gazdagok. Nem annyira a vitaminokban, de az ásványi anyagokban igen. Ez azt jelenti, hogy az összes makro- és mikronyomelem ezekben a hüvelyesekben jelen van. A nyomelem alatt azt értjük, hogy miközben a vitaminokat vagy az enzimeket ugye biológiai aktív anyagoknak tartjuk, az ásványi anyagokat, amelyek életfontosságúak, pedig nyomelemeknek nevezte el a tudomány. Ezekből vannak makro- és mikronyomelemek. A makronyomelemek a kálium, nátrium, kalcium és magnézium. Az összes hüvelyesben ezek jelentős mértékben megtalálhatók. Kiemelten sok a magnézium és a kálium, ami nagyon előnyös tulajdonságuk a baféléknek és a lencseféléknek, borsóféléknek, szójának is. A mikronyomelemek pedig nagyon pici mennyiségben kellenek, de szintén nélkülözhetetlenek, tehát annék egy-egy mikroelem teljes hiánya komoly egészségkárosodáshoz vezethet. Az, ami közismertebb, hogy kiemeljem közülük, ugye a vas, a króm, a cink. Ezt mindenki tudja, hogy a különböző betegségek kialakulása összefügg ezeknek a folyamatos hiányával. Ezek olyan enzimeknek az alkotó részei, vagy a réz, amelyek az egészséges anyagcseréhez elengedhetetlenek. Arról is szoktunk beszélni, hogy sokak nélkül bizonyos anyagok fel se szívódnak, mert csak az ő közbenjárásukra sikerül a szervezetnek hasznosítani. Igen, ezek a mikronyomelemek többnyire enzimeknek az alkotó részei, és így, ahogy mondod, ennélkül nem képes a szervezet emészteni és felszívódást elősegíteni. Tehát nem képes átépíteni saját anyagaival a bevitt élelmiszert. Most a főzéssel gondolom az ásványi anyagokat, nyomelemeket nem tudjuk tönkretenni. Nem tesszük tönkre egyáltalán, és pontosan például a babfélék kiemelten előnyösek anyagcseretisztításra, a vértisztításra, a cukorbetegség megelőzésére, Már is egy tévhit, de jó, hogy erre kitértél, mert az a másik tévhit, hogy ezt cukrosok nem ehetik, mert mind a bab, mind a borsó nagyon magas szénhidrát tartalmaz. Olyan szénhidrátot tartalmaz, amely emésztéséhez nincs szükség inzulinra, ugyanúgy, mint a csicsókánál, ugye, azt is fogyaszthatja a cukorbeteg, tehát ez egy tévhit, sőt, a cukorbetegség megelőzésében, hogy a magas vércukorszint kialakulásában, ezeknek nagyon jelentős szerepe van. Egyes tudományos állásfoglalások szerint ajánlják, hogy például a babfénéket hetente kétszer kellene fogyasztani. Hát volt idő, meg a szegény emberek körében van is, hogy hetente kétszer babfénéket. És ha figyelembe veszük, hogy ez nem is olyan nehéz, mert ugye nem csak azt kell elképzelni, hogy van bableves, vagy mit sóletet készítünk, hanem gyakorlatilag egy rizssel, egy barna rizssel, egy kölessel, hajdinával lehet főételként, mint fehérjét, napi fehérjebevitelt is fogyasztani a babféléket. Nagyon egészségesek a tarka vagy a vörös színű babok, ott nem csak az értékes fehérje ásványi anyag összetételt vitaminokat visszük be, hanem vízben oldódó vitaminjaik vannak elsősorban, amelyek, ha meg is főzzük, nem annyira károsodnak, vagy a körülötte levő szószba lébe elfogyasztjuk, tehát nem mondhatjuk, hogy tönkretesszük a vitaminjaikat, viszont
a vörös és tarka baboknál az az előny még, hogy ugye polifenolokat tartalmaz és antocián vegyületeket, amiről ugye köztudott, mint a piros bogyós gyümölcsök egyebek, hogy szintén polifenolokat, antociánokat tartalmaznak, és ezek ugye rákmegelőző vegyületek. A tudományban többször olvasható az is, hogy a babfélék rendszeres, vagy a lencsefélék rendszeres fogyasztásával megelőzhetőek a mellrák, a prostatarák, tehát aki ügyel arra, hogy folyamatosan fogyassza. Most a borsóknál ugye egy elfelejtett növényünk a csicseri borsó, amely sokkal egészségesebb az összes hüvelyesnél, tehát a legértékesebb összetételű hüvelyesünk. Most újra kezd a divatja lenni. Törökét termekben megtalálható. És egyre jobban most már készítenek vega étrendhez humusz néven, igen, ilyen csicseriborsó pástétomokat, különböző ízesítése. Nagyon-nagyon értékes a tápanyag összetétel, nagyon nagy a kálium-magnézium tartalma, tehát gyakorlatilag nem gyógyszeresen kellene a magnézium hiányt a stressz helyzetekben pótolni, hanem ilyen élelmiszereiből. Érdekes, voltam egy indiai esküvőn, ahol az étel, a fő fogás ezen az esküvőn egy csicseriborsós zöldséges pörkölt volt, mondjuk így, hogy de a hús helyett volt a borsó, és egészben nagy szemek voltak benne. Nem nagyon ízletes. De szerintem nehéz lehet puhává főzni. Igen, ez a hátránya, hogy hosszú a főzési ideje, úgyhogy szánni kell rá időt. 60-90 perc minimum kell hozzá. Egyébként az elkészítésnél, amiért téfitek vannak a borsó, babfélék, lencseféléknél, ez a lencsefélékre mondjuk egyáltalán nem igaz, inkább csak a szárazborsó és a babfélékre, hogy vannak fehérjeemésztést gátló anyagok benne, de mivel ezeket nem nyersen fogyasztjuk, és a nyers, például a nyers zöldbabban minimális, és azt is inkább párolva fogyasztjuk, nem nyersen, ezért nagyon rövid hőhatásra ezek denaturálódnak, tehát tönkre mennek, tehát nem okoznak károsodást, vagy az emésztés, nem nehezítik az emésztést. Amiért szerintem sokan kerülik ezeket a bab, lencse, borsó, száraz, sárga borsó, száraz borsó ételeket, hogy tévhit, mert ez egy hagyományá vált, hogy báztatjuk, és sőt, már előző este, igen, hosszú ideig, és utána azt a vizet elöntjük, és megfőzzük. Igen, ám csak ezt én nem tartom jónak, mert ugye, hogyha én báztatom, akkor általában ugye az többnyire hideg vízbe áztatják be, vagy langyos vízbe, akkor a héj alatt levő fehérjeemésztés gátló enzimek az áztatás során beljebb jutnak a mag belsejébe. Tehát nekünk nehezebben elérhető a szervezetünk. Nem, hanem azzal, hogy beljebb jut, gyakorlatilag az egész magban beterjed. És ezért én azt szoktam mondani, hogy nem áztatni kell, hanem feltenni ezeket a száraz hüvelyeseket keménységtől függően, tehát hogyha csicseri borsó nyilván hosszabb, a baboknál rövidebb, lencsénél még rövidebb ideig, sós vízben főni, megmosva, főzni, és legalább 10-20-25 percig a forrásban tartani. Uh-huh. Ez alatt bőven denaturálódnak azok az anyagok, és kioldódnak, amelyek károsak. Utána ezt a vizet elöntjük, leöblítjük a hüvelyest, és utána tesszük fel egy friss vízben főni. Ha megfelelően fűszerezzük, és vannak ezeknek a hüvelyeseknek emésztést elősegítő fűszereik, akkor egyáltalán nem okoznak emésztési problémát. Sőt, májtisztítóak, kiválasztást tisztítják, vértisztítóak, segítik a bélperisztaltikát a nagy rosttartalmoknál fogva, értékes fehérjéket tartalmaznak, gyakorlatilag olyan fehérje források, amelyek nem csak a rizomfehérjék, hanem a genetikai fehérjék újraépítésében is nélkülözhetetlenek, tehát nagyon egészséges a hüvelyesek fogyasztása. Fűszereknél
elsődlegesen ezeket a baféléket mindig őrölt köményt öménnyel használjuk, tárkonnyal és bazsalikommal kell főzni. A borsikafű vagy csombor, nem tudom ki milyen néven ismeri, nélkülözhetetlen. Ha ezek szerepelnek a hüvelyesek főzésekor, akkor ezek mind elősegítik, hogy könnyen emészhető legyen. Mi a helyzet a bazsalikommal? Mert ugye én legalábbis arra azt tanultam, hogy minél később tegyük bele, mert hogy nagyon hamar szétfő. Az nem baj a szétfő, de a bazsalikom anyagai segítik a fehérje lebontást, és ezáltal segít. Nem hiába antibiotikum hatású is a bazsalikom teja, ugye? És fogyasztják emiatt, meg egyáltalán zölden is emiatt fogyasztják, mert nagyon-nagyon egészséges, épp úgy, mint egy fokhagyma. A bazsalikom is antibiotikum hatású, az nem baj, viszont az anyagai beoldódnak, és a fehérje emésztésben segítségünkre vannak a lebontásban. Hát az biztos, kedves nézőim, hogy most sokan fellélegeztek, mert szeretni mindannyian szeretjük ezeket, csak ugye mindig féltünk, meg bizony egy páran tapasztalták is, hogy jaj, olyan a hasam, mint egy kő, egyéb problémákról nem is beszélve, de ezek szerint akkor a fűszerezéssel, illetve az első víz leöntésével ezeket orvosolni tudtuk, ezeket a bajokat. Mi a helyzet a könnyű babokkal? A zöld bab, a zöld hüvelyű sárga bab, meg a vajbab, ezek már sokkal könnyebbek. Ezeknek könnyebb az emésztése is, meg ezek nem tartalmaznak annyi, még olyan mennyiségben proteázgátló enzimeket, de ezeket is célszerű ugyanígy, ahogy elmondtam, fűszerezni, sőt, még ajánlatos esetleg egy-két szem koriandert is beletenni a főzéskor, mert egyrészt pikánsabb lesz, másrészt az is segíti ezeknek a fehérjének az emésztését. A zöldborsó, zöldbab fogyasztása, a zöldborsót ugye nyersen is fogyaszthatjuk, nem tartalmaz ilyen fehérje emésztésgátló enzimet, tehát azt lehet nyersen is enni. Hát ez a baj vele, hogy nincs mit megfőzni, mert az ember megeszi mielőtt még. Igen. És csak leves lesz belőle mindig. És a rendszeres fogyasztás nagyon erős immunrendszer erősítő, tehát nagyon immunstimuláns a zöldborsó is. Nem ok nélkül, aki sűrűn fogyaszt, sokkal nagyobb az ellenálló képessége. Kevesebb hőrkurutot kap, kevesebb szer vannak megfázásos tünetei. Tehát nagyon, nagyon egészséges a hüvelyesek fogyasztása. Itt még meg kell említeni a szóját, amit nem szabad elhagyni erről a területről. A szója ugye Magyarországon csak génmódosításmentes szóját termelünk. Magyarországon termelt szója nagyon egészséges. A szójának az az előnye még, hogy a vastartalom, a magnézium és kálium tartalom nagy aránya mellett telítetlen zsírsavakat is tartalmaz, és az olajtartalma nagyon egészséges, és ugye ha a génmódosításmentes, tehát Magyarországon termelt szóját fogyasztunk, az nélkülözhetetlen a táplálkozásunkba, tehát nem szabad kiadni. Magyarországon egyre jobban növelik az egészséges szójabab termelést, nyereséges, exportképes cikkünk, úgyhogy a szójabab fogyasztásra is oda kell figyelni. A szóját lehet fogyasztani, ugye, ha nem magát a babot fogyasztjuk, akkor granulátumként, vagy szójakockaként, vagy erjesztett szójatúróként, akár kirántva, akár salátákba, nagyon egészséges a szójafogyasztás. Jó, hogy ez szóba került, mert itt is van egy tévhit, amikor egyszer csak a sportolók elkezdtek a pályán szívrohamot kapni és meghalni, akkor jöttek olyan kimutatások, hogy mert túl sok szóját ettek, ittak, és ez éppen nem egészséges. Létezik olyan, hogy ebből is megárt a túl sok?
minden élelmiszerben megáltatósak. Tehát az, hogy mértékkel fogyasztunk élelmiszert, hogy például a dióból nem eszünk meg egy fél maroknyinál többet, hogy szójából sem eszünk meg akármennyit, vagy babból sem eszünk meg akármennyit. Tehát a mértékletes étkezés az minden élelmiszerre igaz. A húsokra épp úgy, mindenre. Van még egy formája, amit, ahogy például a hüvelyeseket lehet enni, és ez tulajdonképpen a szójánál jutott eszembe, hogy azért beszéljünk erről is, ez pedig a csíráztatás. Én már ettem zöldborsót, csírát, de nyilván a szójacsíra az például a keleti ételeknél egy mindennapos dolog. Nem tudom, hogy a babcsírát szabad enni, vagy az már egy másfajta dolog. Lehet kapni, és igen, lehet otthon is csiráztatni. Nagyon egészséges, mert azt vegyük alapul, hogy amikor kicsirázik a magból, kihajt az a kis növényke kezdemény, akkor rendkívül dús enzimekben, és ezek az enzimek nagyon fontosak az emberi szervezet számára, ezek táplálék enzimek, de például mangóbabcsira salátát lehet a kínai éttermekben rendszeresen kapni, de szójacsira salátát pedig konzervben lehet venni, mindenhol. És aki otthon csíráztatna? Otthon is lehet csíráztatni. A szójánál annyi hátrány van, hogy a szójátnak a proteázgátló, tehát a fehérjebontást gátló enzimeit csak erjesztéssel vagy hőkezeléssel lehet megszüntetni, tehát nem ok nélkül ez a szójacsira saláta egy hőkezelt konzervként kerül forgalomba, tehát akkor azt nem nyersen eszünk. De például a mangóbabcsirát vagy babcsirát lehet, igen. És a babnál, mert azt meg megszoktuk, hogy az ugye egy tananyag, hogy babot csíráztatni, hogy a kétszikű növényeket a gyerekek megismerjék, de azt még nem hallottam, hogy azt is ették volna. Mangóbabcsirát szoktak enni többnyire. Akkor még egy utolsó kérdés, hogy beszéltünk arról, hogy főzhetőek is. Na most nagyon sokan hazánkban még csinálnak sötét rántást, világos rántást, készülnek a főzelékek habarással, de például a könnyű zöldhüvelyű bab, a cérnabab, a vajbab, ezeket van úgy, hogy csak úgynevezett lengyelesen, tehát megfőzöm, egy kicsi sajt rá, egy kicsi tejfő, vagy csőben, tehát még rásütök, vagy csak simán azonnal tálalom, egészségesebb az egyik a másiknál. Igen, a zöldboboknál, ugye ha többnyire ha levest vagy főzeléket főzünk, akkor ugye apróra vágjuk a hüvelyeket. Pedig igazából itt gyakorlatilag már az ízvesztesség következik be, igazából célszerű lenne egészben a hüvelyeket párolni vagy főzni, és így egészben párolva rendkívül ízletes, és gyakorlatilag húspótlóként lehet használni egy kellemes körettel, tehát sajttal, vagy ahogy mondtad, bár más egyéb fűszerekkel, vagy zöldségekkel keverve, többnyire el kellene, hogy terjedjen, hogy a zöldbaba, a friss zöldbabokat egészben pároljuk, és inkább a tányérban aprítjuk fel, tehát nem lesz annyira vízízű. Ez inkább az olasz konyha divatja, hogy szép hosszú szálakba rakják meg a tányérra. De az északi konyhában is így láttam, hogy így fogyasztják egészben párolva. És a bableves, a jókai bableves, a babfőzelék, ezek általában rántva vannak. A rántással nincs baj, lehet használni most már ugye olyan liszteket is, például egy hajdina lisztet, vagy tönkölyű lisztet, tehát mondjuk a fehér liszt az a legkevésbé előnyös, de szokták keményítőfélékkel is sűríteni ezeket a leveseket, tehát vagy a főzelékeket, tehát nem feltétlenül lencselisztet is lehet kapni, úgyhogy gyakorlatilag a lencsét lencselisztet is be lehet sűríteni. Habarás és a rántás között tudjuk inkább ajánlani a habarást? Vagy? Hát azt szoktam mondani, hogy jó a habarás, de ha a levesben nem főzünk semmi olyan húst vagy valamit, ami zsiradékot ad,
akkor jobb a rántás, mert gyakorlatilag ezeknek a fehérjék emésztéséhez, a benelevő szénhidrátok emésztéséhez szükséges minimális zsíradék. És a tejfölben levő zsíradék nem elég? Hát az elég kevés, mert ugye van, aki tejföl nélkül szereti ezeket a babféléket, tehát akkor az... Meg abba is divat lett a 1,5%-os igen, tejföl, és ott is a csökkentett zsíradék, tehát az nagyon kevés az a zsíradék, tehát hogyha nem fő bele, mit tudom, csülökhús vagy valami hús a babba vagy lencsébe, amikor főzzük, akkor és a húsnak a zsíradéka akkor ugye elég, akkor lehet avarni, de hogyha ha annélkül főzzük, akkor jobb a rántás. Hát kedves nézőink, remélem, hogy nagyon sok tanácsot adtunk, és amiről itt beszélgettünk, valamiről sokkal részletesebben beszéltünk elmúlt adásainkban, úgyhogy ha önök fölmennek az egyik legismertebb videó megosztó portálra, ott a Tea Glóriával adásait, a 6-os csatorna adásait megtalálják, és nézzenek utána, havonta egyszer jelentkező Mindent az egészségért című műsorunknak. Nagyon szépen köszönöm dr. Dusanek Valériának ezt a sok tanácsadást, és mielőtt elbúcsúznék, ne felejtsék, hogy ugye szívekkel szimbolizáljuk az egészségünket, mert az egész testünk motorja mégiscsak a szívünk, és mindegyik szín jelképezett valamit, a piros ugye a busahal olaját, illetve a busahal olaját és a fokhagymát együtt, a sárga az emumadár különlegesen hasznos, egészséges olaját, a zöld pedig egy olyan saját kutatási eredménye Valériának, ami pedig minden olyan hasznos elemet, mikro-makroelemet, nyomelemet, vitaminokat tartalmaz, amire elvileg az embernek szüksége lenne. Úgyhogy én remélem, hogy ezzel mindig egy kicsit emlékeztetjük önöket, hogy nagyon fontos a saját egészségünk, ezen belül a szívünk, szív- és érrendszerünk egészsége, és ha úgy érzik, hogy bármi kérdésük van, akkor természetesen a műsorunk telefonszámán érdeklődhetnek, Valériával is lehet beszélgetni, tanácsot kérni, úgyhogy a műsorunk állandó telefonszáma 0629 340 330. Köszönöm szépen a figyelmüket, megköszönöm Valériának még egyszer, hogy velünk volt. Köszönöm, hogy itt lehettem. És most pedig ilyenkor már izgatottak vagyunk, és természetesen többször el fogjuk mondani, hogy ennek a televíziós műsornak van egy nagy nézői klubja. És ez a klub havonta egyszer szokott találkozni, januárban is találkozunk. Persze ki kell pihenni ezt a sok ünnepet, ami eddig volt, úgyhogy 26-án fog a Tea nézői klub legközelebb összejönni. És természetesen ez egy vasárnapi nap 3-tól 6-ig. És figyeljék híradásunkat, és pontosan mindent meg fogunk mondani, mikor, hol és hogyan. Egészségünkre! Milyen magasra nőnek a fák? Mégiscsak az ember a világ. Milyen magas az ég, a csillagok. De létük csak mi bennünk ragyog, fényük szememben tükrözik. S ha létem tükre eltörik, elmúlnak ők is én velem, vagy mindez csupán képzelem. Mikor Várnai Zseni ezzel a versével találkoztam, én is rácsodálkoztam, hiszen ismerjük Várnai Zseni egy-egy színét iskoláskorunkból még, de ezeket a nagyon mély, szinte filozófikus verseit én se ismertem. És gondolom, hogy amikor Andrássy Frigyes és Andrássy Krisztina rátalált erre a versre, ugyanúgy azt érezték, hogy rövid versben sok mondani való, ezt is el kell énekelni. Úgyhogy következzen most Várnai Zseni a Fák című verse, Wiedermann Bernadett Liszt-díjas opera énekművészünk előadásában. Kíséri Peták Ágnes hárfán,
Andrássy Krisztina zongorán és Godán Sándor ütőn. Thank you.